Egy éve prímás a 100 tagú cigányzenekarban. 10 éves kora óta tanulja a műfajt Toldi Edit. 7 éves kora óta hegedül, klasszikus zenével kezdte. Fiú között nőtt fel, neki nem újdonság nőként férfi muzsikusokat irányítani. Lendvai Csócsi József főprímáson kívül többek között ő is kiállt a 100 tagút vezetni a hétvégén Pécsen. A zenekart kell vezetnie. Mindenféle olyan dolgok beinteni, ami a zenében változás. Halk, piano, forte, erősítés, ilyeneket mindenbe kell, egy kiállást mindenbe kell intenünk. A zenekarnak rengeteg dalt kell ismerni a különböző műfajokban, fellépések előtt azonban mindig kell gyakorolniuk. A zenekarnak a repertoárját mindenféleképpen, ami állandóan változik, minden a megrendelőtől függ, hogy mit szeretne hallani inkább, mire feküdjünk rá jobban. Így új értelmen a klasszikus Strauss művek, keringők. Folyamatosan járják az országot, ez a mostani már a 7. januárban. Pécs különösen fontos számukra, mondta Danyi Lőrinc, a zenekar elnöke. A körülmények, a központ, ez egy csodálatos, maga a zene, hogy mondhatjuk. Nagyon nagy élménye, ránddal készülünk erre a koncertre. Annyit el tudok mondani a zenekarról, hogy ebben az évben lesz egy 10 állomásos templomi koncertünk állami finanszírozással. Adtunk neki egy szép nevet is, a misszió. Szeretnénk a cigányzenét visszaadni a fiatalok körébe, hiszen hol a legnyitottabbak az emberek, hanem a templomban nyitott szívvel várják a zenét. Mi ezen keresztül szeretnénk ezt a tradíciót, ezt a csodálatos dolgot visszaadni a fiatalságnak is. A 100 tagból most közel 50%-an voltak színpadon, de a rotációt betartják. Mindenkinek a különböző előadásokon fel kell lépni. A komoly zene mellett tradicionális magyar cigánymuzsikát is játszanak, 38 éve álltak össze. Rendszeres vendégei a pécsi közönségnek, újévi koncertjüket a Baranyai megyeszékhelyen is előadták a Kodály Központban.